A törökbecsei Micsik Béla 20 éve foglalkozik citera készítéssel, mint vallja, véletlenül fogott hozzá e népi hangszer megalkotásához. Egy táborban eszmélt rá, hogy a régi citeráján nem tud minden technikát lejátszani. Ekkor látott hozzá egy új citera elkészítéséhez. Első föllépés alkalmával mindjárt el is adtam a citerát. Mert nem készültem rá, de hát, hogyha már nagyon rámenős volt az ember, akkor hát mondom, legyen. Eladtam neki, és akkor csináltam tartalék, 2 kis citurát, 2 nagy citurát. Így kezdődött. Jöttek a megrendelések, még Kanadába is kikerült a kezemunkája. A 20 év alatt mintegy 380 citerát alkotott. Örülök neki, hogy részese lehetek nemzetünk kultúrájának ebben az egy mozzanatával, hogy én citera készítőként vagy citera előadóként tudok valamit mozdítani. Az csak felerősít, hogy csináljam tovább, hogy vannak mások is, akik foglalkoznak ezzel, vannak a valamikori tanítványai mostan oktatókká váltak, és nem volt hiába munkám, a mostani se, ez a citera készítés, most már kevesebbet vagyok a színpadon, de a munka folyik, a szekér gurul, hogy így fogalmazzam. Micsik Béla teológiai tanulmányai végénél tart. A citera készítést most szünetelteti kissé, mert vizsgákra készül. Ám azt vallja, a citerázás, a citera oktatás meg a hangszerkészítés az életévé vált. Sohasem szeretné abba hagyni ezt a tevékenységet.